Sziasztok, kedves barátaim! Mai napon egy pár gondolatot védikus szempontjából a Szent Valentin napjáról. Most nem megyünk be a történelembe, hogy hogyan is alakult a Szent Valentin napja. Lényeg a lényeg, hogy most a szerelmet ünnepelnek. Általában a szerelem ez nagyon bensőséges és intim dolog, az nem jó, hogyha nagyon nyilvánosra hozunk, de ugyanakkor a szerelem az mindenhol dicsőítve van. És vizsgáljuk először a védikus szempontból, mi ez a szerelem, és fontos-e nekünk, vagy nem. Gondolom, egy páran már megijedtek, miről lesz szó. Oké. A szerelem, ez egy érzelem. Ez az olyan érzelem, amelyik a boldogságot jó magas érzést ad embernek a boldogságáról, és ezért ember újra és újra akarja ezt átélni és megtapasztalni, és nem akarja ezt elveszíteni. Igen. Akkor az ember, mint egy élőlény, a védák szempontból lélek. A léleknek a természete szát, örökkévaló, csit, tudattal, tudással rendelkezik, és ananda boldogsággal. Boldogság, ez is egy érzelem. Szóval a lélek érzelmekből áll. És szerelem is ez egy érzelem. Ezért ez nem egy idegen dolog egy lélek számára. Viszont médikus írások azt tanítják, hogy a lelki szinten is van szerelem. A hasonló, vagy inkább mondjuk ez a földi szerelem egy ilyen halvány hasonlat a lelki szerelemnek. A lelki szerelem, ami lelkek tapasztalják, az a lelki fejlődésnek a csúcsa. De ugyanakkor azt mondják a védikus írások, hogy a földi szerelem a vége mindig a boldogtalanság. Miért? Dukhalája a sásvatam. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor a szerelem nagyon nagy szenvedést tud okozni. Amennyire kaptam ezt az érzést valakitől, és nagyon-nagyon magasba vagyok a boldogságtól, következő pillanatban egy nagy traumát tudok tőle kapni. Szóval itt ez a veszély, ezzel a veszéllyel jár a szerelem a világban. Végső sorban csalódást fogok kapni a halál pillanatban, az biztos. A másik, hogy be van szennyezve ez a szerelem, és ezért érzés, amit kapunk, az csak egy halvány tükrözése annak, amit érezhetünk valójában. Ezért védikus írások mondják, hogy fogadd el a bhakti jóga útot, tisztítsd meg a szívedet, a tudatodat, a traumáktól, a szennyeződéstől, szóval mire teleníteni kell a tudatot, hogy tudjál jól megízlelni a lelki szerelmet, Isten egy személyiség, Istenség legfelsőbb személyisége, és a vele kapcsolatban szeretet az is tudja lenni egy ilyen szerelmes hangulatban, ami nagyon-nagyon magas. Persze mi most nem vagyunk ott, erről nem szokott senki beszélni, én sem szoktam erről beszélni, mert ez egy nagyon magas téma, a lelki szerelem, de tudjunk, csak azért mondom, hogy tudjunk, hogy ez van, ez létezik, és azért még mondom, mert nagyon sokszor emberek elutasítják lelki utakat, mert félnek, hogy elveszítenek valamit, például olyan érzést, mint szerelem. És jogos, amit mondanak. Igen, mi nem akarunk ezt elveszíteni. Ezért védek azt mondják, nem fogsz elveszíteni, hanem megtalálod, és ott a lelki szerelemnél nincsen csalódás, nincsen trauma, nincsen kudarc. Ott csak dinamikusan fejlődik és fejlődik. Ezért, hogyha valaki gyakorol a bhakti jogát, türelemmel, akkor el fog jutni erre a önmegvalósított szintjére, ahol meg tud ízlelni ezt a személyes kapcsolatot Istennel, és ezt a igazi, tiszta
szeretetet és szerelmet, ami vegyítetlen és a csúcsa a boldogságnak. Ezt mondják a védek. Mindenki legyen boldog, törekedjünk együtt önmegvalósítására, találjuk meg önmagunkat, és Hare Krishna!